igazából, hogy az első fél időben megszerezte a vezetés az MTK, utána volt egy-két helyzetünk lövésből, kapufa, közeli szabadrugás, utána megint hamar emberátányba kerültünk, sikerült egyenlíteni. Utána volt még pár veszélyes kontránk, benne volt is, hogy akár megfordíthatjuk a mérkőzést, aztán hát kapunk igazából egy nagyon szerencsétlen gólt. Úgyhogy összességében én is azt érzem, hogy főleg majdnem egy teljes félidőnyi ember hátrányba megérdemelt lett volna a döntetlen, hanem így alakult sajnos. Amikor Spanyol kiállították, akkor úgy tűnt, hogy nem estetek kétségbe attól, hogy kevesebben vagytok, sőt, ti kezdtetek el távolni, hogy élted meg akkor ezt a meccsnek ezt a periódusát? Igen, én is így láttam, nyilván kicsit visszaálltunk, tehát egyre kevesebben voltunk, kontráink azt gondolom, hogy tehát jól ültek, volt pár veszélyes szituációnk. Sajnálom, hogy ismét így alakult a mérkőzés. Végre elfáradtatok, hogy 10 emberrel kellett folyamatosan játszani? Hát nyilvánvaló, azért az idő is olyan volt, ráadásul tényleg egy teljes fél időt ember hátányba futballozni nem könnyű, de ahogy beszéltük is, azt gondolom, hogy ettől függetlenül azért nem játszottunk rosszul utána se, nyilván vissza kellett húzódnunk. Hát remélem, hogy a következő meccsen már nem fogunk a csújtani kiállítás, és jó lenne megszerezni az első győzelmünket. It was not so easy game, like you said, it was very difficult. Because Puskás was compact and aggressive, but luckily they got the red card and then we could manage to go up and play. But they were still dangerous with the 10 man. But luckily for us, we could manage to win the game in the end of the match. Ugye a nyáron Bence és Miklós váltott a Pintér Attilát, mennyiben változott meg a csapatjáték az ő érkezésével? Hát nyilván egy kicsit másabb futballt próbálunk játszani, ugye egy labdabirtoklásra épülő kispasszos játékot. Azért nyilván még nem vagyunk olyan régóta együtt az új szakmai stábbal, de azt gondolom, hogy azért az előző mérkőzésen is, illetve ezen a meccsen is azért láthatóak a bíztató jelek, de azt érzem most egy kicsit, hogy tehát ilyen szerencsétlen periódusban vagyunk sajnos, mert ennyi erőből egy ilyen gólt éppen mi is szerezhetünk volna. Mert tényleg egy nagyon szerencsés góllal nyert az MTK. Dolgozunk-e tovább minél keményebben, és hát reméljük, hogy meg fog fordulni ez a szerencsefaktor, és minket fog segíteni. As I see you enjoyed the game today and played pretty well, how do you feel yourself in MTK after you leave after 6 years home with? It's been difficult for me, you know, but now I'm focused and I'm really, really happy in MTK. And the guys and the staff really helped me to settle down. And this match was very important for me because I haven't played in a long time with lots of injuries. So I'm really happy to be able to play again 90 minutes.